már nem félek, gyere velem, hogy újra ébredjek, és én mást nem kérek. Otthon végtelen, oly sok éjjelen, bújj hozzám. Előzeteseként, amikor az Egyesületre előtt beszéltünk, arra gondoltunk, hogy három téma vezérel bennünket. Az egyik az, hogy nem ez célra gyűjtsünk adományt, a másik az, hogy a város jelenlegi helyzetében ez a hajóút ismét segítse összekovácsolni az embereket, és a harmadik cím pedig az, hogy a polgármester asszonyunk egy kicsit kapcsolódjon ki a kemény heti munka után. Engedjék meg, hogy bemutassam a hajó kapitányát, Páfi László urat, a főbbár a kormánynál ott ő Bindis István kapitány úr. Én ezt szeretettel köszöntöm az elnök úr, itt van elnök úr és a magam nevében a résztvevőket. Felkérem a polgármester asszonyt, hogy indítsa el a hajót. Ez majdnem ugyanolyan volt, hogy valami olyan kérnek föl, ami már megtörtént, de hát akkor ünnepélyesen elindítjuk a hajót. Még egy pár szót, üdvözlök mindenkit, és mivel a polgármester asszonya indított a hajót, gondolom majd kormányozzuk egy kicsit, mert nagyon ért a kormányzás, ezek az úgy látjuk. Életén mindenki jó magát. Most mi? A programmal kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, hogy most felkérjük egy olyan 10, maximum 15 perces időtartam a polgármester asszonyt, hogy tájékoztassa az itt jelenlévőket a jelenlegi aktuális városi eseményekről, illetve önt a Pindics urat megkérem, hogyha a sziget csúcsához érünk, akkor nyomja már meg kétszer a kürtöt. Ez jelzés azoknak, akik a Trianonnal kapcsolatos emlékünnepségen itt részt vesznek. Akkor meg a szívénat Pista. Köszönöm szépen. Én át is adnám akkor a polgármester asszonynak a szót. Na most az a kérdésem, hogyha kikapcsolódni jöttem, akkor mi az, amiről beszéljek? Tehát akkor arról, hogy most hol állunk, meg inkább azt, hogy milyen jövőt képzelek én Esztergomnak, talán ez érdekesebb, mert erről nem nagyon sok szó esik. Ráadásul ez a... elrugaszkodunk a szárazföldtől és a valóságtól egy kicsit, akkor gondolkodjunk, hogy mi lenne, ha. Mi lenne, ha Esztergomnak lenne egy olyan képviselő testülete, aki együtt tudna dolgozni a polgármesterrel. Amikor az októberi választásokat megnyertem, a polgármesteri programom része tulajdonképpen nagyon egyszerűen összefoglalható volt. Legyen Esztergom egy olyan hely, ahol jó élni. És tulajdonképpen most ez, ahol hát vagyunk, vagy remélem ez az este is erről fog szólni, hogy érezzük egymás között magunkat jól, és arról beszéljünk, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni. Amikor Esztergomban azt mondják, hogy attól híres az országos média, hogy milyen botrányok vannak, miután a magyar sajtó sajnos inkább a botrányokra éhes, kevés szó esik arról, hogy mi az, ami jó dolog történik időközben. Jó dolog történik, hogy a közösségek teljesen függetlenül attól, hogy ki hová tartozik, esetleg milyen a pártállása, vallása, a neme és a kora, nem próbálnak együtt tenni a városért. Elképzelhető, hogy ez a kényszer hatás alatt történik, de mégis elindul valami, amit Magyarországon nagyon-nagyon kevés település esetében láthatunk.
szemetet szednek, virágot ültetnek és füvet nyírnak. Egyesek azt gondolják, hogy lehet, hogy ezt nem is kellene tenni, mert talán ezzel sokkal jobban rá lehetne bírni a döntéshozókat, hogy nem mindent nekünk kell csinálni. Én viszont azt mondom, hogy ezzel egy közösség alakítás is megtörténik, és úgy gondolom, hogy ezek nincsenek és nem is lesznek hiába, hogy együtt dolgozunk egy cél érdekében. Ma például a Töltés utcában az ott élő romák konténert pakoltak, ma 6 konténert, előző nap 4-et, az előtti nap 3 konténer szemetet szedtek össze, és azt kell mondanom, hogy ugye a fél óra végén, amikor megmutatták, hogy hol élnek és laknak, bizony dühös lettem. Miért? Azért lettem dühös, mert lehet, hogy mi arról beszélünk, hogy ezek a kedves képviselők hogyan viselik a szívükön a város sorsát, viszont én arra gondolok, hogy bizony ezért milliókat vettek fel különböző programokban, és nem oldották meg mégsem ezt a kérdést. És dühös vagyok azért, mert arról szólnak, hogy ugye most a város nem tud majd működni, mert a polgármester azt mondja, hogy nem hajlandó ehhez tovább asszisztálni, viszont én azt mondom, hogy ez a tűrhetetlen és működésképtelen állapot tulajdonképpen már a választások előtt beállt, illetve az a 2 év, ami a választásokat megelőzte, mondjuk egy István gimnázium tönkretételével, az már ennek az új korszaknak volt egy elindítója, illetve ennek az új gondolkodásnak egyfajta mozgatórugója. Én a magam részéről csak elismeréssel tudok mindazokról nyilatkozni, akik ebben a helyzetben bátran ki tudnak állni valami mellett. Ez azért érdekes, mert mostanában találkozom azzal, hogy ha még segítenek is, sok esetben azt mondják, hogy inkább hagy maradjanak anonimok, és nem szeretnék, hogyha tudnák, hogy ők kicsodák. Na most a félelem az, ami szerintem a legnagyobb ellenségünk. Tehát addig, és ezt nem csak Esztergomra, hanem Magyarországra is tudom mondani, addig, amíg az emberekben elindul az öncenzúra, és akkor kezdnek félni, hogy ugyan mit szól majd ehhez a 2/3 többség, ugyan majd milyen megtorlásra kell számítanom, na, itt van a baj. Én azt szeretném, és remélem ez az este is ehhez egy kicsit hozzásegít minket, hogy végre fedezzük fel azt, hogy egymásnak köszönhetjük mindazt a poklot és mindazt a mennyországot, amit itt a Földön tudunk magunknak teremteni. És ez vonatkozik arra, hogy mindazok a félelmek, azok az előítéletek, amik valahogy belénk kerültek, hogy a neveltetésünk által, vagy a körülmények által, ez a végcélt vagy a végeredményt illetőleg talán mindegy is. Itt amit szeretnék, és illetve amiben bízom, hogy az a jövő, amit én látok, az előbb-utóbb meg kell, hogy valósuljon, mert Esztergomnak, Magyarországnak, és majdnem azt kell mondanom, hogy Európának sincsen más útja. Amikor a környezetvédelem, az egymásért való tenni akarás, a környezettudatosság, egyfajta minőségi változás előtt állunk, és erről beszélünk, akkor bizony arra kell rájönnünk, hogy mindegyikünknek felelőssége van ebben. Ugyanúgy a családanyáknak, apáknak, hogy a gyermekeknek mit adnak át, hogy hogyan vigyázunk a környezetünkre, vagy éppen az a víz, az éltető elem, ahol most végig fogunk hajózni, milyen fontos lesz majd mondjuk 20-50 év múlva. Én remélem, hogy ez az este emlékezetes marad, és lehetőség nyílik arra, hogy az asztalokhoz odaülve személyesen is beszélgethessünk egymással. Én jó utat kívánok, és köszönöm a szervezőknek. Olyan könnyen nem fog elmenni innen. Először is engedjen meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem polgármester asszonyt a Haladó Esztergom Egyesület nevében. És itt ez a 150 ember, aki részt vesz ezen a kiránduláson, ezen a hajókiránduláson, meg olyanok is eljöttek, akik nem tudnak úszni, és várni azt a bizalmat, amit majd öntől fogunk kapni. És ennek reményében szeretném átadni ezt a világot, hogy megtessék. Még annyit, hogy ez a láda, ami tulajdonképpen nem lett eldugva, csak most itt találtunk neki helyet, ez az a pont, ahol van ez a hajókirándulásnak a lényege, tartalma egy részről, ugye egy adománygyűjtő kirándulásról beszéltünk, és itt mindenkinek a kénye, kedve és lehetősége szerint nagyon szépen megkérjük Önöket, hogy járuljanak hozzá egy jelképes összeggel, városban, Esztergom kertvárosban,
és Pili Szentléleken egy olyan intézményeknek gyűjtünk adományokat, ahol elegén nehéz helyzetben lévő vezetők vannak és intézmények. Úgyhogy ehhez kérjük az önöknek a segítségét és a támogatását. Ennyi, köszönöm szépen! Majd a végén, amikor összeszámoljuk a pénzt, akkor egyharmad arányban egyenlően elosztjuk. És annak a átvételét majd meg fogjuk a hajót végén beszélni. Közben bemutatom a műsor egyik fontos szereplőit, a zenekar, Csárosi úr évén. A többieket pedig majd akkor, vagy illetve most egyszerűen fogok tudni. Szeretettel köszöntünk mi is mindenkit a SZIG Transit nevében. A műsorral kapcsolatban annyit, hogy ahogy itt a szervezés után helyreállítjuk, illetve felépítjük a hangot, akkor a felfelé útnak elkezdődik a műsoros része, amiben Daróczi Gabriella művésznő ad nekünk majd különböző operet és opera részletekből valamiféle csokrot. Aztán a visegrádi kiszállás után pedig a SZIG Transit Glória mondi elsősorban majd magyar népdal feldolgozásokkal fogja önöket szórakoztatni. És polgármester asszony azt mondta itt mellettem, hogy még egy mese a mai nap folyamán szintén a műsorhoz fog tartozni, úgyhogy körülbelül erre lehet számolni az elkövetkező 2-2 és fél órában, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk, hamarosan kezdődik akkor majd a Róczi Gabriella műsor. További részére annyit, hogy ahogy már többen informálódtak, Visegrádon ki fogunk kötni egy rövid időre. Ott valószínűleg ki is kell szállni, de ezt majd még egy időközben megkapjuk a hallgatóra az utasítást. És most megkérném a polgármester asszonyt, hogy nem fogom elvinni, hanem jöjjön el velem, mert ha a város tudja kormányozni, bízunk, hogy ezt a hajót is tudja egy picit kormányozni. De semmi pánik, mert napközben többen felhívtak, hogy a búvárkunda mi lesz. Na, megnyugtatok mindenkit, hogy megvettem, tehát az ellenség nem tett ide be a lábát. És akkor tessék szesélni velem. Jó, ehhez még csak annyit fűznék hozzá, hogy valamikor kiskoromban kamionsofőr szerettem volna lenni, tehát ez lehet, hogy ez is fog menni, és a legnagyobb dolog eddig egy kis sportrepülőnek a vezetése volt, tehát remélem a hajó is menni fog. Köszönöm szépen. Ennek középen kell lenni, kicsit jobbra, akkor elmegy erre, hogy arra az irányba mindig figyelni kell, legyen, és akkor fog menni ez nullánál. Csak a bóját van, azért, hogy a bóját elnevítettél. Kikerültük a bóját. Sikerült a bóját elkerülni. Másik képből, a közékebbe találunk. Egy picit így vissza, így. És akkor majd szép lassan fog fordulni, nem ugrálj rögtön, mint az autó. Nem ugrálni, nem ugrálni. De szuper! Ez különben milyen berendezés? Fele orosz, ez a fele az már nem tudom, ez melyik? Kamix. Kamix, tehát hogy gyártmányban az amerikai. Igen, igen, semmi gyárt. Ellenkormányosában, itt középen, itt lépve. Igazából itt kell gyakorolni a kormányzást. Ez az alaphelyzet. Ebből lehet kiindulni. Hát de gyönyörű a táj is. Igen. Hát mutatja a mélységet. És lehet sebességet váltani? Nem kívánnék, csak kérdezem. Hát lehet, jobban megnyomjuk előre. És most milyen rán megyünk? Közepes? Hát ez egy majdnem egész erő. Hát majdnem egész erő. Nagyon jó. Hát ezt öröm csinálni. És amikor este van, vagy este nem mennek, akkor hogy azért fényjelzés. Hát már most is jött életnek, hogy jövünk vissza. Mire visszaérünk. Hát közben hogy mondjam én is, hogy a radar működik, Laci. Igen. Kapitány úr, hogy működik a radar. Jó rendben. De radar nélkül is látunk azért. Látunk. Szóval macskák. Ott egy nagyszerű távcsőünk. Nagyon jó. Jó rálátásunk a dolgokra. Hát ez szuper. Jó, de most jól megyünk. Nagyon. Mivel nem jön velünk szembe semmi, ez így tökéletes. Igen, mégis a jó kormányzást akkor lehet elsajátítani, amikor van ellenfél, ugye? Igen. Ha nincs ellenfél, akkor nagyon egyszerű a dolog, akkor csak menni kell előre. Hát ez nagy élmény, nagyon örülök. Ha már valami jön velünk szembe, akkor meg kell határozni a helyzetet.
hogy merre megyünk. Na most például, ha itt a Bóján között akarok menni, akkor most már előtte kellett. Hogyha bolyána, ez így jó, de ha valami jönne most fölfele, ő a zöldnél jönne, és akkor még jobban húzódnánk a pirosra. Tehát itt is a jobbra tartson. Hát nem mindig, itt azért meghatározza a hajó, vagy a sodrás vonal, hogy melyik oldalról, melyik oldalról adjuk meg a hajónak mindig. Az alsó hajó, ami jön, az adja még mindig a felső hajónak, hogy melyik oldalról. És hát a felső hajónak a jó, akkor elfogadja, ha nem, akkor egyezkednek. Hát tudja, mint a politikában. Hát tudom. Mikor kicsi voltam, akkor ugye a vizálás jelentést valamiért, nem tudom miért, sokat hallgattam, és az nagyon tetszett nekem, hogy hajóbonták találkozáson. Most már nem ezt mondják. Igen. És tudja olyan hangon mondani, ahogy mondták a Kossuth. Igen. De most már megszűnt ez a vontatóhajózása vonatkozva, most már hajóparolnak. Igen, de akkor az azt jelentette, hogy nem mehetnek egymás mellett? Így van. Hajó nem találkozhatnak meg, hajó szűkület, hát ez is egy szűkületnek számít ez a része bizonyos vízállásnál. Most azért már eléggé jól kialakították kotrással és különböző szabályozással, és hogy mondjam, most már nincsenek azok hosszú hajóbonták. De nagyobb hajóknak azért itt is azért oda kell figyelni mindig. Jó, de akkor mi látják a radalon, hogy jön és akkor leállnak? Nem, rádión bejelenkednek egymásnak, itt is van itt a rádió, meg van egy másik, két rádióval dolgozunk, két külön csatornán kell. Nem kellene egy kicsit arra irányítani? Hát egy kis magára biztos. Jó, hát én csak mondom, megyünk arra a pont fele, csak én kérdezem. Arra, ami zöld van, mert ne menjünk, jó? Azok veszélyes. Akkor azt mondom, hogy két fokot jobbra. Jobbra. Négy két. Na most azon az ágon fogunk menni, vagy ezen? Nem, és akkor most vissza egy fokra. Már próbálkoztak azon az ágon is, de látom a fennakon. Itt van benne kőzárás. De azon nem is tudnánk végigmenni, ugye? Nem. Ahhoz olyan 400-os esztergomi víz kell, akkor van rajta 2 méter. Ide szokta a motorcsónakosok fölakadni, amikor nem tudják a... Meg egyes hajósok. Meg egyes hajósok is. Így hívások is. Mentettünk meg. Úgynevezett rugany, ami elterül a vizet ebben az árban. És ennek a hajónak végül is semmi nem árt, nem mint úgy, hogy hogyan tud felborulni. Ezt mondja, hogy nem lehet szörni, hogy elsőjönni, hamarabb el tud süllyedni. Vízd meg a parton földrengés, hogy nem, de hát mindegy, hagytam. Ő a fiatal. Jó, csak én úgy éreztem. Na most ezt egy kicsit ilyen nullára. Nagyon jól megy különben. Visszafele már akár tésztel, ahol bemegy az olyan. Azt nem hiszem. Le kell mennem a büfébe, mert nem lehet büfére, nem megyek. Nincs büfé. Igen? Ha majd a Pista átveszi, akkor itt a kormányzat, és akkor majd lesz. Igen, a büfét, nyilván büfét nem tudom, mert még én nem adtam el egy üveg sört sem életemben. Nem kellene még egy picit arra? Lehet. Szabad kezet adva, nem szabad. De ennyire? Ennyire. Úgy is szóljuk a bajba. Bizony a kérdése, nem? Ez igaz. A büfés kolléga is. Most is fordulhatunk egyet éppen. Nem hiszem, hogy nagyon örülnének neki a többiek. Nem tudom, én azt hiszem, mintha kimennénk a balra. Igen, most már lehet egy kicsit balra, hogy előbbra húzni. Egy pillanat megélem én ott. Miért azt látni, hogy mekkora a vízmélysége? De nem itt van, mi szemközben. Itt írja. Na most kell gondolkodni. Most már gondolkodni. Most már van ellenzék. Szerintem most jól megyünk. Nagyon jó. Na, ezt nem a focit csapat jön velünk szembe, ugye? A 10-21 fő. Fővonul támad mindenki héttel. Egyik jobban reszket, mint a másképp. Nem hiszem. Ja. De látom, itt egy tán a lebont a kiszoltva. Mondjuk a nehezebb. Igen. Mert? Itt addig is így kezdtem. Nem, itt vannak táblák. Ott van 3 tábla, az jelent valamit. Mit jelent? Egy az, hogy elődnék találkozni tilos. Hajódút szüglet és egyéb veszély. Az egyéb veszély az mi lehet? Vízhiány, nem esetleg. Hát, akár is lehet. Na de mégis, úszó. Határőr.
Hát itt voltak határok valamikor, egy határ, a szlovák határőrség még volt egy ponton nyádok, éjszakán nagyon figyeltek. Ha messze mész, ha messze mész, mit elhagytál, végig elkísér. Az út kanyarok szerte szét, a vége megtalálja majd az elejét. Ha messze mész, előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj tiéd a szenvedély, nem hagyhatod, mi örökre benned él. Ha messze mész, lehessen élni még, könnyed törölni, mindig lesz egy kép. Hosszú út lesz még száz vagy ezer év, ki megmarad, a
örülök, hogy látok. Én is engedjek, hogy bemutassam. Visegrádi kertem legszebb virágait hoztam el, és engedje meg, hogy bemutatkozzam. Sitkupálni vagyok, annak a sitkupálnak az édesanyja. Hát ez kellemes meglepetés. Nagyon sok szenvedésem elkeresztül, csak kíván minden szeretetével, hogy öleljen meg ön, mert ön nekem a példaképpen. Nagyon szépen köszönöm. Egy csillag az égen, aki mutatja, hogy van kedves. Tényleg jó egészséget kívánok. Nagyon szépen. Mindenkit üdvözlünk Visegrádon. Hát ennyien jöttünk egyelőre most, úgyhogy... Köszönjük szépen a fogadást. Örülök, hogy szerencsésen ideértek. Nem volt nagyon viharos az út. Most elsétálnánk, meghívnám önöket egy italra a palotába. Ez körülbelül egy olyan 10 perces út oda, 10 perces vissza, és ott eltöltenénk egy kis időt, körülbelül egy, én úgy gondolom, hogy egy olyan fél óra, 40 perc az, mire visszajutunk, hogyha... Összességében. Köszönjük szépen, polgármesterünk! Két város természetesen már a régi történelem folyamán is ezer szállal kötődött egymáshoz. Hát most van egy gyönyörű része a 11-esnek, ami összeköt minket, és a Duna, amelyik idehozta önöket. Közös érdekünk sok van, a legfontosabb, talán egyik legfontosabb, Visegrád számára legalábbis a turizmus, a közös fejlesztések, és olyan elképzelések, amelyekről polgármester asszonnyal beszélgettem a közelmúltban. Most tudom, hogy Esztergomot sajnos húsba köti ez a jelenlegi helyzet, de nagyon bízom benne, hogy ez hamarosan meg fog változni, és polgármester asszonnyal közösen és válvetve tudunk a két város javára és a lakosság javára tevékenykedni a jövőben. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, kedves segítségek! Engedjék meg most, hogy bemutassam Zeller Robert urat. Ő ennek a jelenlegi összejövetelnek a szervezője,
itt a várban, és egy pár, illetve a palotában, és egy pár szót szeretne elmondani önöknek a palotáról. Kedves hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm én is önöket itt Visegrádon, a Visegrádi Királyi Palotában, és megígérem, hogy nem fogok 3,5 órás előadást tartani Visegrád történelmének különböző korszakairól. Igazából csak annyit szerettem mondani, hogy voltak olyan kedvesek, hogy eljöttek ide hozzánk a Királyi Palotába, akkor egy-két szót hadd mondjak arról, hogy hogyan is alakult ki, és milyennek a palotának a története, hiszen ugye akárki idejön, mindig megkérdezi, hogy melyik fal eredeti, hogyan lett felújítva, és miért is van például fehérre festve bolt évesen a mögöttünk álló fal. Ugye a Királyi Palotáról azt kell tudni, hogy eredetileg Károly Róbert idejében, amikor Visegrád Magyarország királyi székhelye volt, Károly Róbert, amikor már úgy érezte, hogy a veszély elmúlt és leköltözhet a várból, akkor elkezdett építkezni, és ezen a területen itt a Dunához közel egy udvarházat építetett fel magának. Ezt az udvarházát a királynak az őt követő egyéb királyok, mint első Lajos, illetve luxemburgi Zsigmond tovább alakították, továbbfejlesztették, és ebből készült el végül a gótikus királyi palota, melyet végül Hunyadi Mátyás királyurunk a 15. század végén egy itáliai reneszánsz stílusban újjáépítetett, és ez az az időszak, amely igazából Visegrád aranykorát is jelenti. Ugye ezek után már sajnos nem ilyen fényesen alakult a történelem, hiszen a török idők alatt sajnos a palota is a harcok eredményeképpen lerombolásra került, illetve amely részek megmaradtak belőle, ezeket pedig egy földcsuszamlás betemette, így lehetséges az, hogy a régészeti ásatások során, melyek gyakorlatilag az 1900-as évek eleje óta tartanak folyamatosan, egyébként még most is, kerülnek elő a palotának különböző darabjai, szerte szét ugye a városban ezek szétszúrottak, több helyen is vannak belőle még falmaradványok. Ezekből a darabokból a múzeum nagyon kemény és kitartó munkával újjáépíti ezt a királyi palotát, melyből egyébként a 19. század végére gyakorlatilag semmi nem maradt, tehát a földdel egyenlővé volt ez a terület. Voltak, akik megkérdőjelezték, hogy egyáltalán volt itt valaha a királyi palota. Tehát röviden és tömören, amit most tetszenek látni Visegrádon, az mind a felújításnak az eredménye, amely egyébként folyamatosan zajlik, tehát jelenleg is folynak az ásatások, illetve a restaurátor műhelyben a munka, hogy egyéb részeit a palotának, hiszen azt lehet látni, hogy azért sok minden hiányzik. Ugye a legkönnyebben észrevehető, hogy nincsen fölöttünk tető, tehát ez mondjuk a kilátás szempontjából pozitív, egyébként pedig ez egy királyi lakomás terem volt, ugye, tehát volt teteje és oldalfalai, ezek még ugye nem készültek el. Egyébként, amikor sétálnak kifele a hajó felé, érdemes itt a kerengő folyosón egy kört tenni, hiszen onnan nagyon szépen megtekinthető a Herkules kút is, melyet a 2000-es évben sikerült felújítani, és ugye most a nagy lépcsőn, a legújabban egyébként elkészült nagy lépcsőn érkeztek föl, viszont a kijárat a Herkules kúttól odalent jobbra is megtalálható, tehát a Herkules kút mellett akár el lehet haladni és megcsodálni ezt a kutat, mely egyébként az 1000 forintos bankjegyünkön található meg, ezért is sokan vonzódnak hozzá, bár nem mindenki járt Visegrádon, tehát szeretik azért ezt a kutat. És ugye ez az a kút, amelyről azt is tudtuk, ha már az aktualitások, nál szeretnénk maradni ugye itt a bor mellett, ugye Mátyás királynak, amikor egy szép napja volt, akkor megengedte, hogy a vendégei bort igyanak a kútból. De most itt sajnos tudom, hogy ez egy illúzió rombolás, mi ezt ma nem tettük meg. Ezt próbáltuk kompenzálni azzal, hogy itt egyedi cserépedényzetünkből egy kis bort kínáltunk frissítőként Visegrádon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ellátogattak hozzánk, és köszönöm szépen a figyelmet is. Bravo! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem a polgármester asszonyt, és megkérem Tétényi Évát, legyen szemes egy pár szót szólni. Tulajdonképpen először a köszönetet szeretném kifejezni, azt hiszem mondhatom mindnyájunk nevében. Ez egy kellemes meglepetés volt, nem csak azért, mert mi az első látásra olyan értelemben megszerettük egymást, hogy nagyon közösek a gondolataink, és az a fajta függetlenség, hogy a településért tenni akarókat össze lehet fogni, és erre Visegrád egy nagyon jó példa, és Visegrád polgármestere is számunkra egy példát jelenthet. Az pedig, hogy Sitkupál édesanyja fogadott és adott virágokat nekem, az pedig egy másik olyan különleges meglepetés volt, amire nem számítottunk. Ezek után már a dobosok, meg a vadászkür, meg ez is, hát ezt nagyon köszönjük. Én azt tudom mondani, hogy mindaz, amit itt látunk, és amiről polgármester úr is beszélt, hogy merem remélni, hogy előbb-utóbb ez a két város hát azokat a fejlesztéseket el tudja
indítani, amikre gondolunk. Itt ugye emlékeztetnék arra, hogy az Esztergom-Visegrádi Világörökségi Program az, ami számunkra egy jövőbeli nagy projektet jelent, hogy ezt most külön-külön, mint királyi vár, vagy királyi székhelye kapjuk meg, vagy úgy, mint a római limesz, ezt azt gondolom nem nagyon fogunk ezen összeveszni. Itt a lényeg az az, hogy együtt, egymás segítve tudjunk egymás településéért tenni. Így aztán én visszafele jó utat kívánok magunknak, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a fogadtatást. És ilyen szép játszóteret, mint amit láttunk. Hát szóval tudom. Eltök, Laci! Mit? A nyomdaipari kereskedelmi Kft. Felajánlásával most egy doboz nápait fogok felbontani, és mindenképp végig kívánok. Jó étvágyat hozzá! Hogy miért éppen ezt a mesét választottam, remélem a mese végére kiderül. A hétfejű tündér, Lázár Ervin meséje. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácz-Pácegresen. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az órom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett, hívtak engem emiatt kancsalnak, bandzsalnak, sandának, bandzsának, kancsinak, bandzsinak, árokba nézőnek, tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, kukliskarom, a termetem gírőbbek úrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy talán még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, hogy még senki Rácz-Pácegresen. És forr bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácz-Pácegresen. Jobbról Rácz-Egresi, balról Pácz-Egresi. Rácz-Egresi tudott furulyázni, Pácz-Egresi nem. Rácz-Egresi azt mondta nekem. Csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy, és meg is szépülsz tőle. De én nem akartam jó lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pácz-Egresi meg azt mondta. Olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged, biztos, aki itt lakik Csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácz-Egresi legyintett. Álnok ének, az mondta, így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkánya, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácz-Pácz-Egresen a négyszögletű kerekerdő közepén, s innen is csak egy ugrás Ajatan Kutarbani király pazsindejes palotája, s a palota mögött meg rögtön kezdődik Csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda, és esténként gyönyörűen énekelt. Hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem, ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pácz-Egresi, a zenész, aki annyira nem tudott furulyázni, hogy már nem is akart a furulyájával fújni, hiszen az tömör arany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencselővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencselővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rídogáltak a füvek. Csak mentem, bim-bum,
mint nekem füvet. A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim-döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zígy-zút, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltárt értem csodaországba, még alig-alig pirkadt. De rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem, sutty, levágtam az első fejét. Mintha egy húr pattant volna el, föltől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, ámélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kiméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el akkor, kikerics, hodor ment a kakukkfű, orgona és nárcisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, lencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szárhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szív dobbanásait. Kip-kop gobogott a szíve, és azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége, ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirógatott. Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te Úristen, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megálltam magam. A lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki. Változtass vissza rúdtá, hiszen hat fejed levágtam, jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Rácpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassarvérrel, lencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassarvérrel, lencsellővel. És szeretettel.
Kovácsával csináltatott egy erényőrvet. A kulcsot pedig leghívebb barátjára bízta. Alig ért el a lobával Magyaróhegyre, hügget utána a barátja, és szól neki, uram királyom, nem jó a kulcs bele. Én ma Hadó Esztergom Egyesület elnökét, hogy nyissa ki az urnát, és a két szemét, akit felkértünk, hogy segítsen a számolásban, szíveskedjenek megkezdeni a munkát. Ki az, aki jön? Ki az én? Én vagyok az egyik halálig. Igen? Tessék szíves jönni. Szétválogatjuk. Először is 500-as, 1000-es, netán 5000-es, 10000-es. Biztos, hogy van lenne 10-es. Biztos, hogy lesz egy 10-es rajta, hogy nyomatom csokorom a kezét. Betettük a pénzt, hogy le van. Na, ez elmehet. Tessék szíves helyet foglalni. És az a kérdésem, hogy ilyen ezreseket külön válogatjuk. Aztán a 500-asokat külön. Tessék szíves oda lerakni. Az 500-ast, az 1000-est. Itt van egy 10000-es, annak külön adunk egy kis 2000-es. Nem esik le, uram, arra nagyon odafigyel. Számolásban nagyon jó figyel, nagyon jó helyen repülünk a dolog. 30 éve kereskedem, uram, vigyázok a pénzre, mintha sajátom lenne. Nagy kár. Ugye? Jó kezekre bízták, nem? Még egy 10-es, tessék figyelni, már 2000-es találtam. Úgyhogy kérem szépen. Nem a fené, az biztos. Köszönöm.
2000-esek is szépen vannak. Csak a kezem, figyeljétek. Csak a kezem, Rodolfo vagyok, kérem, Rodolfo. Még, hát nem egy ötös, csak sajnos. Messze van a 10-től. Még egy ötös, ilyen aki adta, még egy ötös, gratulálunk neki, mert azért mégiscsak jó pénz az. Ne vasalja, hanem szedjük, mint a vadkörtét, úgy szedjük, kérem. Mint a vad, tetszik tudni szedni a vadkörtét? Szedett már életében? Apró és sok van belőle, és kapkodni kell. Kapkodni kell, borítékot adjuk utoljára, mert ebben lehet valószínű sok van. Még egy 5000-es, éljen az úr, aki adta. Az 500-asnak is éljen. És ha egy volt. Csak akkor hívtam, amikor valamit gondolom. Még 2000-es kétszer. Még egyszer 2000-es. Még egyszer 5000-es, megint éljen az az úr. Az a hölgy. Még egyszer 5000-es, megint csak éljen sokáig. Ez már csak egy 500-as, de azt is elfogadjuk. 2000-es. 2000-es, 5000-es, kérem, ez már nagy szó a mai világban. 2000-es, 2000-es, egybe volt, azt kérem, házaspár adta. Ezt is házaspár adta, 2500-as, köszönjük. Úgyhogy megvan mindennek a mértje. Na most jönnek a borítékok, csókolom a kezét. Nyálazzuk és bontjuk a borítékokat, abban nagy pénzeknek kell lenni. Vagy gratuláció! Na most aki gyűjtött, amennyit ad az övé, csókolom! Most már milyen kicsit? Kérem szépen, mondottam az előbb 30 éve, kereskedem és csak pénzzel dolgozom. Na most ennek se eleje, se hátulja. Begyárosan leragasztották. De föltépjük. Egy 5000-essel gazdagabbak vagyunk. Ez is pénz, ezt is elfogadjuk. Ez egy 1000-es. Ez is 1000-es. Kár a borítékért, azért kivesszük. Egy van, bocsánatot kérek, visszaszívtam 4x5500-as. Csókolom, öné az utolsó. Na most keményen. Egy 10000-est szeretnék apa látni. Csókolom, hát ön nagyon sok 1000-es összekalapált. Mit csinált ön itt? Na, csókolom. Öné az 500-as. Nála ugyan soviniszta vagyok, de kezdjön a legalsóval. Én folytatom, és akkor kérünk egy ceruzát, egy tollat. Tessék szíves, egy tollat, ceruzát. Köszönjük. Ön számolja az 500-asokat, majd ide beírjuk az 500. 500 per. Beírjuk, hogy mennyi darab. 1000 per. Beírjuk. Jó? Megnyálazzuk, el a nélkül nem megy. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
Kérem, hogy 5000-est aláírni, legyen kedves aláírni, hogy 5000 per. És önné a 10000-es, ne mondja azt, hogy itt a sporta vagyok. 1, 2, 3. Nagyon ismerős. Még egyszer. Bebondva jól. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 az 5000-es, tessék szíves beírni, 11 5000-es. Igen, ő szépen. Ide teszem majd a 10-est. És 3 darab 200-es. Ja igen, szorozzuk ki, legyen kedves szorozza ki. És akkor itt már összeadható lesz. Igen. Az mit jelent? El kellett tenni, mondom, hogy itt átlőtt. Mi az a 115? Igen. Ne félessél. Mit történt? Pillanatra megnézzük, hogy mi újság. 500 darab, 500 forintban van 23, az 1150, 10150, igaz? 10150, 50200, 15x2 az 30000. 5000x11 az 50, 5000. 10000x2 az 20000. 20000 és 600 forint. Azt mondni, hogy 5-ös, 6, 8, 9, 5, 10, maradt az 1, 6, 9, meg 1 az 10, 30.950, de azért még egyszer megszámolom, hát nem stimmel. 500-as nem jó. Hogy nem jó. 500-as nem jó. Mindjárt mondom, hogy 23 az mindjárt évike még nem jó, mert rosszul adtam össze. Mert 23 darab 500-as az 10.000, 11.500. És akkor itt van a hiba. Megvan az a lényeg. Megvan. 52 darab 1000 az 52.000. Már eleve nem stimmel. Az 52.000, és akkor 2000-ből 15 a 30.000 az stimmel. 5000-ből van 11 darab 55.000, az is stimmel.
éppen, és 10 000-ből 2 van, az 20 000 marha nehéz. És akkor most a nagy igazság, 3 meg 5 az 8, 8, 9, 14, 168.560, aki nem hiszi, számoljon utána. Még van egy 600 forintos. Évike, 168.560 forint. Jó, meg vagyunk eléged. Hát nem, hogy meg vagyunk eléged, fantasztikus. 168.000 forint. 55.000, 52.000. Az biztos, 2000, az 30 000, 55 000, 20 000, 600. Ez nem jó. 168.560, 20 000, 11, 12, 30, 5 és 20 000. Annyi kérem, ez biztos. 1, 2, 3, 4, 5 tétel, 1, 2, 3, 4, 5 tétel, és ez a hatodik. De oda van, a 600 forint hozzá van adva. Itt van, és az már hozzá van adva. Kérjük a végeredményben mondani. 168.560 forint, kérem. 168.560 forint. Szépen köszönjük az adományt. Ezt elosztjuk egyharmad arányba, és ahogy, amit elmondtam, akkor a 3 területre oda fogjuk adni a pénzt a Hadvereszterelem Egyesületet jövő héten elrendezni. Tetszettek valami nyilvánosságot, át fogjuk most venni a pénzt. Köszönjük szépen az adományokat, és akkor megkérem az elnök urat, hogy számolját és vegye át még egyszer a pénzt. 56 000 forint, kérem szépen. Volt egy gyors matematikai számolás, és kb. 56 000 forint jött egyenként. Illetve óvodánként. Ja, hát igen, egy harmad arányban, egy harmad arányban. Köszönöm a segítséget. Nem történt semmi, van ilyen, én is eltévesztettem. Van ilyen a nagy izgalomban, nagy sietségben, hogy just azért is minél hamar én. Tessék szíves átszak. Rövidesen megérkezünk, kikötünk. Én azt hiszem, hogy mindenki kellemesen érezte magát. Igyekeztünk néhány meglepetést is tartogatni az útra, hogy érdem az is sikerült. A legfontosabb célunkat azt hiszem, hogy elértek. Először a polgármester azt kicsit pihengetett. Másrészt pedig nem, talán ettől is fontosabb. Mondhatom azt, hogy itt a jó kedvből és a jó hangulatból és az embereknek a pozitív hozzáállásából merítve újabb erőt kap ahhoz, hogy harcoljon Esztergomért. Megkérjük, hogy harcoljon rendíthetetlenül, és kérem, hogy ebben a témában, ebben a feladatban, ebben a nehéz küzdelemben maximálisan támogassuk őt. Kívánjuk neki is jó egészséget, és önöknek is, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek bennünket, hogy ezen a hajón részt vettek. Valamennyiüknek kívánok kellemes hétvégét, jó pihenést. A Haladó Esztergom Egyesület nevében köszönjük szépen a részvételt. Igazatul még szeretném megköszönni az adományozóknak, azoknak, akik nem pénzzel, hanem például zenével, illetve a mahatnak, aki kedvezményesen adatta a számunkra a hajót. Köszönöm külön a mahat dolgozóinak, a két kapitányulnak és a személyzetének azt, hogy egészségben, épségben, biztonságban hazahozott bennünket. És most én elmegyek a Széchenyi térre, és a Búvár Kundot árra is lebocsájtom. 168.500. Köszönöm, hogy a többi tényleg megyek. Nem szállj!
Gratulálok, hogy a